aki illegális tevékenységet támogat, ha én azt kérem öntől, hogy menjen, azt lopjon nekem egy sportszeletet, és ön lop egy sportszeletet és lebukik, akkor nem csak ön bukott le, hanem én is, azt gondolom. Tehát, hogyha illegális tevékenységet támogat valaki, ráadásul úgy... Ne haragudj, azon nevettek, hogy Tuzsa Mence tegnap kiderítette róla. Ebben a beszélgetésben nem azt mondta, hogy lopok, ő azt mondta, hogy erőszakoskodom, nem is tudom, fiatalokkal, vagy nem tudom kivel, kiskorúakkal. Ön azt mondja, hogy lopok, előbb azt mondta, hogy butaságokat beszélek, elég jó kis pedig én kezdődni itt ebben a műsorban. Egy feltételt mondtam, tehát hogyha én kezd összegyűlni minden esetben. Egy feltételt mondtam, és szerintem ez így helyes. Tehát szerintem a felbújtót azt legalább annyira el kell kapni. De miért nem keresik meg akkor Soros György, hogy ez mi és miért? Felbújtót legalább annyira el kell kapni, mint akivel egyébként elvégezteti a piszkos munkát. És Iván Júlyos voltozik, hogy a Rezsiszilárdot miért nem iratták be valami jogi tanfolyamra. Hát szerintem próbáltak őt kiművelni, csak neki ez ennyire. A feltétel helyett vélelmet kellett volna mondani, aztán a felbújtó mellett pszichikai és fizikai bűnségére lehetett volna, mert ha már segítenem például, egyszerűen lövése nincs, hogy miről beszél. Nem erről szól a probléma, nem ez a probléma. Lehet, hogy nem ért fogalmakat. De én csak kérdezem, hogy ez az ember miért teszi ki magát a megaláztatások. Én inkább azt kérdezném, mint a Pinté, a szövetségi kapitány. Ami itt az igazán érdekes, az szerintem az, hogy miért állít komplett valótlanságot. Igen. Tehát itt semmiféle. Én ezt azért neki is mondom, szerintem mert sem tudja, miről beszél. A jogvédők közé tartozva, tényleg kikérem magamnak, az összes munkatársam, mindenkinek a nevében, semmilyen illegális tevékenység nem folyik sehol. Tök mindegy, hogy a Soros György, az Európai Unió, az ENSZ pénzéből, de tökéletes álhír. Hiszen illegális tevékenység nem is történhetne, mert akkor rögtön le kéne csapni a rendőrségnek, ügyészségnek, bíróságnak. És ugye nem mondják meg, hogy miről beszélek, most megjött ez a fenyegető hang, nem, hogy ő majd a Nemzetbiztonsági Bizottságban kérni fog, hogy világítsák át ezeket a szervezeteket. Mire föl? Nyilván azért nem mond semmit, mert nincs mit. Nincs. Egyetlen egy dolgot emlegetnek bizonyítéként, azokat a bizonyos guide-okat, amiket ez azért nagyon érdekes, mert az Európai Unió előírja, hogy a tagállamoknak információt kell adni a menedékkérőknek arról, hogy milyen eljárásban, milyen jogaik és kötelességek vannak. A soros pénzzel sokszorosítják, és a kibúvókat. Ha tegyük fel, meg is történne, ez hol lenne illegális? Egy EU-s alaptevékenységnek a művelése. Egyébként, ha ezt írják, és ez van rajta, akkor ez semmi felbújtás, nem vagyok jogát. Egy tájékoztatás, ahol nem írja a Soros, hogy tessék elindulni, és nem bármit csinálni a környi hölgyekkel. Hát, illetve önmagában a migráció nem egy illegális tevékenység. A másik szerintem téves előfeltevésből indultok ki, ez a megrendelése. Az egész Fidesz kommunikáció arról szól egyre inkább, hogy minden politikailag ellentétes nézet, az bűnös, kriminalizálható. Tehát ez a dolog a Bayertól, onnantól kezdve, hogy a kétfajtú kutyás csávó az patkány, odáig, hogy amit kegyedék műfelnek, az bűncselekmény, ennek vannak szakmai, tudományos előzményei, illetőleg történelmi előzményei, ez odafut, hogy mindenki bűnöző, aki nem úgy gondolkodik, aki elárulja például a hazát ennek a tevékenységnek a kapcsán, és a hazaárulás bűn. Hát igen, ugye azzal kezdek, hogy szeretem a hazámat, elmegyek szavazni. Én is szeretem a hazámat. Én is szeretem a hazámat, aztán vagy elmegyek, vagy nem. És lehet, hogy most szívod a fogadat, mit tudom én, akkor is olvasni fogok. Ja. Múltkor elmeséltem, hogy Maroth Miklós professzor akadémikus egy interjúban elmondta, hogy mit csináltak a merénylőkkel, a terroristákkal annak idején az angolok. Hát kérlek szépen, a muszlimok fejével kezdtek el gondolkodni, kitalálták, hogy kivégzéssel az elkövetők testét disznóbőrbe csomagolják, így azok tisztátalanná válnak, és ezért Allah nem engedi őket magához. Véget is értek a merényletek, mondta a Demokratában Maroth. Nem hallott azok? Hát valaki disznófejet akart kirakni. Igen. Na de most a hajmáskéri református lelkész a következőket mondta. De minden őrültet meg kell ismerni? Én mindent elolvasok. Azt mondja, figyeljenek már! Egy református lelkész mondta, úgy hívják, hogy Bikádi László Károly, és nagyon harciasan néz ki. Szigorú arccal néz ki. És a következőket mondja. Eldobtam az agyam. Sokan katonaviselt fiatal emberekként jönnek abból a forgatagból. Szereznek egy kést, nyakon szúrják azt az európai rendőrt, aki még vért sem látott ez idáig. Elveszik a fegyverét, azzal lerohannak egy vadászboltot,
összeállnak 50-60-an, túlszólejtenek egy kicsi 500 fős osztrák vagy német falut a hegyekben, összeterelik az embereket, ultimátumot adnak, folytassam. Nem kell terroristának lenni ehhez. Az ilyesmi majd akkor következik be, ha megkezdődik egyes migránscsoportok hazaszállítása. Nem véletlen, hogy sehol nem mernek ebbe komolyan belekezdeni, inkább szétosztani. Mondja egy reformátor, hát ez menjél, olyan, mint hogy a forgatókönyvet, most szerezzek kés, szúr nyakon az európai rendőrt, vedd el a fegyverét, rohand le a vadászboltot, aztán egységtek pluszol az 500 vagy ott. Érdekes, hogy nincsenek ilyen esetek, nem? Egy-egy elszerűen esetek. De most már elolvasták. De hát szóval, hogy ez megint honnan táplálkozik ez a... Ez az én betegségem, hogy ilyeneket olvasok, mint a demokrata, bár hallgatok Orbán Viktor. Nem, ezeket tudni kell, hogy hol élsz. Ne, ez döbbenet. Egyébként hagyd mondjak valamit. Disznóbőrbe csomagolni a halálra ítéltet. Herik, hogyha illegális tevékenységet támogat Soros, akkor amikor a szocializmus idején még a 80-as évek végén, 88-ban több pártrendszerre készítette fel ennek az országnak a fiataljait, akkor is az illegális tevékenységnek számított. Az oxfordi ösztöndé, meg ezek hát ezek azok. Igen, meg azzal, hogy végül is egy fény mutatott a sötét éjszakában. Mert azt akkor mi úgy éltük meg 88-89-ben, ezt most egy kicsit újra gondolom. Egyébként azon még érdemes egy picit elmorfondírozni, hogy miért ilyen a magyar közvélemény. Tehát azt gondolom, hogy szerintem vannak olyan települések, ahol még feketét nem is láttak élőben. Biztos. Hát, az hétszer is megírta, hogy ufót többet. Igen. Van egy adekvát példám erre. Egy idős nénivel beszélgettem arról, hogy egy közös ismerősünknek van egy egyébként mulatt barátja, de hát az már néger. És hogy kérdezte tőlem, hogy láttad? Mondom, persze, nem elég jó képűnek tűnik. Hát, de láttad? Mondom, hogy persze, hát én is láttam a fényképeit. De láttad? És nem értettem, hogy mit. Hát, néger. Mondom, igen, és? És így nem értette, hogy én mit nem értek. Én nem értettem, hogy mit kellene értenem. Majd ő azt mondta nekem, hogy de hát ezeknek még a szaguk sem olyan. És így néztem rá, és kérdeztem, hogy honnan... Veszi ezt, mikor még életében szagos nem találkozott fénykép. Senkivel, és azt mondta, láttam a tévében. Egyébként a Németországból haza látogatott unokabátyám, hívják egyébként idősebb, nem mesélte, hogy a német televízióban bemutattak egy német nőt, aki azt hiszem 6 hónapig együtt élt egy afrikai feketével, akit végül kirúgott, az pedig hajnalban, álmában, sósabban leöntötte a német nőt, akinek a fél arccal oda lett. És ő is a ekte német feleség egyetért, hogy az egész arcát kellett volna. Mert aki ekkora barom, hogy egy feketével összejön, az meg is érdemli. Fehérbőrű férfiak leöntenek sósabban őket Magyarországon. És tudunk mesélni az elmúlt fordulóra. Nem, csak az elvakultságról beszélek. Csak egy egészen pici dolgot hagyd mondjam. Tehát én egy kis faluban lakom, és egy hátrányos helyzetű térségben lévő városnak vagyok a polgármestere. Ez nem, miért ilyen? Azért, mert tele vannak az emberek gonddal. Borzasztó alacsony a bér, európai összehasonlításban nálunk a legalacsonyabb, most már a bér, jön vissza Kínából a munka, élet-halál harcot folytatnak, hogy megélhessenek, hogy tisztán, rendesen, netten bejöhessenek a munkahelyükre, minimálbérből 80-90 ezer forintból nem fognak a finomságokkal foglalkozni, és hogyha 2.317.000-szer elmondanak nekik valamit, akkor eljut az üzenet, és nincs energiájuk újra gondolni. És azért van ez a német Szilárdit, teljesen mindegy, hogy kimondja, el kell mondani azt a nagyon egyszerű üzenetet, most az, hogy migráns, előbb az volt, hogy rezsicsökkentés, és ennek kell eljutni, és mindegy, hogy közben ő lejáratja magát, mindegy, hogy mit tartunk amit erről. Amit mondasz, azért nagyon érdekes, mert tegnap nagy vereséget szenvedtem. Én azt mondtam a tegnap este az Olgánál, hogy nem ebbe a népszavazásba bukhat bele Orbán Viktor, hanem cím, Bulgária és megelőzi hazánkat. Hatalmasan zuhant Magyarország a versenyképességi felmérésében. A világgazdasági fórum legfrissebb adatai szerint egy év alatt 6 helyet esett vissza hazánk, amivel a lista 69. helyét foglalja el. Az Európai Unióban mögöttünk csak a csődbe ment görög gazdaságban, Ciprus és Horvátország. Tök utolsók vagyunk. Már a bulgárok is megelőzték. És
Erre ez mondta a versenyképesség, a fizetésben még hátrébb vagyunk. Ez pedig az, ami senkit nem érdekel. Hát nem erről beszél. Igen, sajnos igazán. Nem erről beszél. Sajnos igazán. Egyrészt de persze, nem ebbe kéne megbukni? De nem érti azt senki, hogy az, hogy versenyképesség irangsor. Egyrészt ez persze így nem igaz. Másrészt pedig azért... Ugye ahogy a globalizáció és a digitális világ, ugye, és ennek hatásai érvényesek arra az afrikai fiatalra is, aki ott ül valahol, Szomáliában, nem tudom hol, és egyébként facetime-ozik a kölni rokonával, és belelát ennek a világnak a lehetőségeibe. Úgy a kis hazánkban élő kedves honfitársainknak a lakásába és a szobájába, meg a mindennapjaiba bejött a globális világ összes konfliktusa, az összes félelmével és jelenállás szerint azért ezt a problémát részben bulvárosítja maga a média is, illetőleg nekünk most egy olyan hatalom jutott, amelyik fogja magát és erre a lóra, a félelmekre ülteti föl ezt a lakosságot, ugye a Finkelstein bölcsútmutatásai alapján. És ráadásul az ellenzék, és ha úgy tetszik az értelmiség jelentős része, megteszi azt a szívességet, hogy ezzel az állítással, amit Rezsi Szilárd mond, ezzel az állítással szemben csak annyit mond, hogy jó, könnyű ironizálni a Németh Szilárdon, de ő jut el az egyszerű emberi, és az akkor válaszok, amik ez benne az oldalon születnek, hogy hát egyébként meg nincs ez az egészen semmi problémáma, nincs ok a félelemre, nincsenek dilemmák, nincs ebben semmi kihívás, és nyugodtan élünk, amíg meg nem halunk, ez meg nem válasz. Mert ezeknek az embereknek ez probléma. Ennyiben nincs neked igazad, Henrik, aki azt mondja, hogy október 2-a után ennek a sztorinak vége lesz, egy frász lesz vége. Itt még emelni fogja a Fidesz is a tétet, meg egyelőre, amíg nincs uniós válasz, jó, addig itt ezt a balgét be lehet ezt találni. Bozdály, van két bejátszásunk, és csak 9 percünk.